Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit mai Darma beszédünkön. Külön öröm, hogy Daubner Béla, pszichiáter és jogamester megtisztelte templomunkat látogatásával. Béla, megkérlek, hogy tartsd meg a beszédedet, utána egy pár szót szólok, és utána fogadjuk a hallgatóság kérdéseit. Köszönöm szépen. Én ma egy olyan dologról szeretnék beszélni, a feledést lélektarról, tehát amit egyik oldalról már sokat hallottatok Szunimtól, azt most egy picit én a tudomány oldaláról közelíteném, azzal együtt, hogy ez egy részleges tudás persze erről a témáról. Mindjárt az elején azért egy-két dolgot mondanék, hogy a nyugat úgy gondolkozik, hogy a világban létezünk, az leginkább az idegrendszerünktől függ. Az idegrendszer hozza létre az elmét, azt úgy is lehet mondani, ami pszichésen működik, és a elme működése hozza létre a tudatot. Hát ez egy út. A másik út, amit hát ti is követtek, az az, hogy van a tiszta tudat, van a szennyezett tudat, van az elme, és az egésznek egy anyagi alapját úgy hívják, hogy idegrendszer. Most ez a két nézet pontosan egymásnak az ellentétje. A nyugati oldalról van egy tudományos beállítódás, ugyanolyan körülmények között ugyanarra az eredményre kell jutni. Ugye ennek van egy óriási nagy problémája, ha ez az ember fejlődéséről szól, akkor van egy olyan zavaró tényező, hogy nincs két egyforma ember. Én még nem találkoztam, több ezer embert vizsgáltam már 82 év alatt, én még két egyforma emberrel nem találkoztam. Tehát innen jön az, hogy a nyugati megközelítés egy képtelenséget akar megoldani. És hát az eredménye meg is van. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az ember hogy is működik. Hát ugye van az anyagi részünk, ennek a legfejlettebb formája valóban, amit az ember eddig megismert, azt úgy hívják, hogy idegrendszer. Tehát ez egy anyagnak egy struktúrája. Ez a struktúra hozza létre az elmét, a nyugati elképzelés szerint. Na most hogy tudja létrehozni? A tudomány nem tud erre választ adni. Tehát nem tudja megmondani azt, hogy egy gondolat hogy születik meg az anyagba. Pontosan. Tudjuk azt, hogy az átvitelnél kémiai anyagok kellenek, azt is tudjuk mérni már, hogy ott milyen feszültség keletkezik, de az információ hogy megy át? Az egyik neuromból a másikra, úgy, hogy abból neked képed legyen, vagy hangod, ezt még nem tudta a tudomány megválaszolni. Tehát úgy van a dolog, hogy anyag, akkor utána van egy, én ezt úgy szeretem használni, hogy pszichés, vagy mentális, még a mentálisba beleegyezek. Ezt a Szunim úgy szoktam mondani, hogy kis tével tudat, vagy hogy, kis ellenlélek. Hogy lelki, úgy szoktam mondani, hogy lelki. Tehát én ezzel nem értek egyet, mert az a baj, hogy utána, amikor a lélekről beszélünk, ami ugye abszolút, akkor azt, aki nem tudja, hogy ez a két fogalom hogy is van, az egy kicsit bajba kerül. Én ezért ilyenkor azt mondom, hogy pszichés. Azt se használom, hogy szellemi. Ez Magyarországon egy iszonyú kavarás lett a múlt évszázadban a magyar nyelvbe, amikor elkezdték a lelket fölcserélni a szellemivel, a szellemet szellemit a lélekkel, és ebből a kavarás ma is tökéletesen működik. Ennek az eredménye az, hogy ebbe a témába alig van ember, aki átlátja. De ezt a mi kultúránk hozta létre, tehát nem szellemi, hanem pszichés, és utána következik az, hogy ha ugye elérünk egy bizonyos szintet, akkor elérünk a legfontosabb dologhoz, ami hívjuk önvalónak, ez egy nagyon szép magyar szó. Ugye a mi rendszerünkben ezt Atmannak hívják. Na most itt azért fontos, hogy ezt elkülönítsük, mert ennek a kifejlődése gyakorlatilag a fejlődés lélektan. Tehát hogy is jön ez létre. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ebből indulunk. És a másik az, amit úgy kezdenénk, hogy oddan indulnék, hogyha nincs rendben. Ebből azért érdemes innen indulni, mert
az, amire itt ez alapozódnak az állítások, az azt mondja, hogy a emberiség több mint 50%-a az nem kapta meg a szeretetet, nem kapta meg a melegséget és az állandóságot. Ez a magyar viszonylatban 70, de inkább 80%. Tehát ebből induljunk, hogy ha nem kapjuk meg, akkor mi van. Aztán beszélünk arról is, hogyha megkapjuk, mi van. Tehát, hogy mit tud csinálni egy újszülött? Hát azt tudja csinálni, hogyha életbe akar maradni, akkor beazonosul a szülők elvárásaival, amik minden esetben ilyenkor patológiásak. Tehát fel fogja adni a szeretet igényét, fel fogja adni az elfogadás igényét, fel fogja adni az állandóság igényét, és alkalmazkodik ahhoz, amit elvárnak tőle azért, hogy valamilyen szintig el legyen fogadva. És hát akkor nézzük meg, hogy ez így hogy is van. Tehát itt gyakorlatilag az újszülött a szülei kedvéért elárulja önmagát, mert így tud életbe maradni. Minden kívánságát, szükségletét, amely a szeretetre, melegségre, együttérzésre, állandóságra, biztonságra irányul, feladja, elfalazza, leválasztja, mint egy idegen testrészt, ezt úgy is szoktuk mondani, ez egyébként egy korai elhárító mechanizmus, hogy leválasztja a személyiségről, és félreteszi, tehát nem használja. Ebből aztán később rettentő sok probléma van, de most ez majd később következik. Tehát, hogy a szülei kedvéért hozza ezeket a döntéseket. A saját kedvéért nem, mert ő ennek pont a fordítottjára vágyik. Na most azt kell megnézni, hogy ha elindul ezen az úton, akkor saját igényeit idegennek kezdi megélni. A szülei ezt pedig az igazinak tartják, mert ezt várják el tőle. És a szeretettelen magatartás az, amit ő elkezd megtanulni, elviselni. És hát ezért rengeteget kell dolgozni. Tehát egy cinkos társa lesz a gyerek a szülők cinkosságának. Ez egy csúnya szó, de erről van szó. Kicsit részletezem. Mit mond ez a csecsemő, ha tudna mondani? De nyilván fog tudni mondani úgy, hogy informatikus értelemben mond magának. Tehát nem szavakkal, mert még arra nem képes. Minden, amit én akarok, rossz, és minden, amit a szüleim akarnak, jó. És ebben lesznek cinkosak. Én rossz vagyok, a szüleim pedig jók. És ha mégis megindul, az benne megindul egyébként, hogy melegségre vágyik, hogy szeretetre vágyik, hogy elfogadásra vágyik, akkor fölerősödnek benne a rossz érzések, és elkezd szégyent érezni. Magáért szégyenkezik. Azért szégyenkezik, hogy lehetnek neki ilyen igényei, ami a szülők szerint nem elfogadható. És hát itt még azért be kell hozni egy olyan fogalmat, amiben a tudomány sokat hallott előre az utóbbi néhány évtizedben. Ez ugye az, hogy a magzati létet is már tudjuk kutatni. És hát van még ennek egy előző állapota, amikor megszületik a vágy, hogy legyen gyerekünk, vagy megszületik a vágy, hogy nehogy legyen gyerekünk, aztán csak lesz. Tehát ez már ilyen messziről indul. Most ha karmikusan gondolkozunk, ebben nem akarok belemenni, a nyugati gondolkozásnak a karma szó az idegen. Én legalábbis most legutoljára a konferenciánkon múlt hétvégén tapasztaltam, hogy egy kicsit belementem, és így elsötétedett a nézőtér, és akkor ezt nem fejtettem tovább, hanem ott abba hagytam. De hogy ez tényleg igaz. Tehát valami olyan szinten, hogy
meghatározzuk saját magukat, és mindezért mi vagyunk a felelősek, hát ez nyugati oldalról nem elfogadható. Tehát ezt tudják bizonygatni, hogy ez miért nem lehet igaz. Na, tehát, hogy van egy ilyen, és akkor még egy fogalmat bevezetek, ezt az előbb elfelejtettem, hogy a nyugati gondolkozás is nagyon érezte azt, hogy nagyon nem stimmel valami ez az anyag, anyagból fejlődünk tovább, és hát kezdett gondolkozni, és hát persze nyilván az amerikai társadalomban, mert azért mégis az a legfejlettebb, eljutott oda néhány komoly ember, hogy 92-ben összehívtak egy tudományos ülést, ahol nagyon sokféle antropológustól kezdve pszichológusokig, ideggyógyászokig, nyelvészekig, tehát rengeteg ember volt, és ezt a Ziegler művelte, aki egyébként a Los Angeles-i Egyetemnek a gyermekgyógyász és pszichiáter tanszékvezetője, tehát nem egy akárki, és mindenki elmondta, hogy mit gondol elméről. És ott sok minden elhangzott, és aztán elkezdődött egy több napig tartó vita, és a végén megszületett, hogy az elme az emberi testbe ágyazott, de nem bezárt. Van olyan magyar fordítás, akkor így írják, de az nem igaz. Hát van az aurád, vannak az energiák körülötted, az nem, nincs bezárva a testedbe. Tehát emberi testbe ágyazott. Emberi kapcsolatokban megjelenő energia és információ áramlás. És ez mindent lefed. A kérdés persze az, hogy milyen az energia, és milyen az információ. Pillanatilag a modern orvostudomány a legdurvább és spirituálisnak nevezett energiát a csit sem tudja vizsgálni. Tehát azt tudják, hogy itt megszúrnak, és itt lesz egy hatás. De hogy közben az hogy megy oda, azt az energiát nem tudják vizsgálni. Na most a pránikus energiák ennél sokkal finomabbak. Az információ nem tudom hányszorosan finomabb, tehát ez még hátra lesz, de mint jelenség el van fogadva, hogy létezik. És igazából, ha rangsorolni kellene, akkor az információ a király. Tehát az a csúcs. Az energia is fontos, de hát egy óriási prána tengerbe úszunk itt a teremtett világba, tehát az bőven van. Hála Isten, még a mai modern tudomány nem tudja közvetlenül használni. Képzeld, mi lenne, ha ezzel a pszichés tevékenységgel hozzáférhetnének a korlátlan energiához. Hát ez rettentő bajba lennénk. Tehát, de hogy van körülöttünk, tehát ez létezik. És hát az ember az létezik, különféleképp lehet meghatározni, és hogy az emberi kapcsolatokban jelenik meg, ez nem lehet másképp. Tehát az ember nem tud fejlődni csak emberi kapcsolatban. Az a mondjuk szerzetes, aki elvonul egy barlangba, és nincs ott senki, az valakivel van kapcsolatban. Azért vonult el a barlangba. Vagy skizofrén. Hát ez a másik eset. Ez a gyakori. Sajnos. Tehát, hogy emberi kapcsolat nélkül ezt reflektív kapcsolatnak hívjuk, tehát valakinek kell reflektálni rám, majd mindjárt végigveszünk hónapról hónapra, hogy hogy megy ez a reflexió egészséges körülmények között. Tehát, hogy ez megint alapvető, tehát ez nem vita kérdése, hogy nagyon fontos az emberi kapcsolat. Persze emberi kapcsolat és emberi kapcsolat között óriási különbségek vannak, de vannak. És akkor hát itt nektek egy óriási lehetőségetek van az előbb is itt jelenlévő fiat látványába, hogy meg lehet figyelni rajta ezt a korai fázisnak a információ áramlását, hogy mire képes. Kezdjétek megfigyelni azt, hogyha ő valamihez hozzá akar nyúlni, ami ott van, akkor nem ránéz az apjára, elkezd szorongani és nem mer hozzányúlni, hanem oda nyúl. És vagy ránéz az apjára, vagy nem, és csinálja tovább. Ő neki van egy zavartalan önértékelése. Yes. Óriási dolog. Na most ez a magyar lakosságnak a legnagyobb jó indulattal sincs meg 20%-ában. Tehát sajnos nekem se volt.
és meg kellett dolgozni érte nagyon hosszú évtizedekig, hogy meglegyen, vagy legalábbis most valószínűleg, hogy megvan. Tehát, hogy lesz itt valami, de visszatérve a szándékhoz, hogy gyerekünk legyen, vagy ahhoz a szándékhoz, hogy nehogy legyen gyerekünk. Mind a kettőből lehet gyerek. Tehát ugye itt elindul egy információ. Milyen információ? Azért mondtam el, hogy mi az, hogy ez elme. Hogy elindul két ember között egy információcsere. Ennek lesz következménye. Ugye a két szélső állapotot, hogy szeretnénk, fölkészülünk rá, és a másikat, hogy nehogy legyen, az egész más indulás. De létrejött belőle az áldott állapot. Létrejött a megtermékenyülés. És akkor az az információ onnan soha nem fog eltűnni. Ugye erre mondja azt a Karba elképzelése, hogy aki oda beszületik harmadiknak, vagy harmadik információként, ugye az anya, apa mellé, mondjuk most az ikerterhességeket engedjük el, az meghatározó. És akkor itt jönnek azok, amikor totál elsötétülés van, olyan szakembereknél is, akik ilyen esetekkel dolgoznak, amikor az a kérdés jön föl, hogy miért született oda, ha olyan következményei vannak, amik lettek. Az föl egyszer elfogadhatatlan, hogy erre van szüksége. Ugye a másik ilyen elfogadhatatlan következmény, hogy azért szenvedsz, hogy fejlődni tudj. Ugye hát nektek ez alapigazság. Tehát ez elkezdődik már ott, hogy ez az információ mit is tartalmaz. És aztán az információ megvalósul, és elkezdődik, hogy létrejöjjön valami. Ugye itt az a megrőkönyítő dolgot szoktam elmondani, hogyha tegyük fel, ugyanannak az anyának, és kivételesen ugyanannak az apának 5 gyereke van. És miért nem egyforma az az 5 gyerek? Erre nem tud a tudomány válaszolni. Erre egy ilyen egy szavas mondattal szoktak válaszolni, hogy behoz valamit. Na de mit hoz be? Fogalmuk sincs róla. Ezt nem tudják megválaszolni. Nincs tudományos válasz. Hiszen a DNS, az genetikus, nincs eltérés az 5 gyerek között, hát az apa anyában nincs. Tehát valahonnan kell, hogy jöjjön. Ez egy információ. Ugye mi ezt nagyon egyszerűen karmának hívjuk. Na, tehát ez megérkezik. És akkor elkezdődik egy fejlődés. Hát erre nagyon sokféle szükség ott lesz, tehát óriási dolgokat kell produkálni az anyaméhnek, ahhoz, hogy ez történjen, és hát elindul egy elég intenzív fejlődés. Tehát egy 3 hónapos gyereknek már keze, lába van, már idegrendszere van, tehát döbbenetes dolgok tudnak ott történni, tehát nagyon keményen megy az információ, ami létrehozza a durva testet, és hogy itt mik történnek, annak hatalmas jelentősége van. Ma már tudományosan nem kérdés, hogy az anya és a magzat között információcsere zajlik. Az, hogy, azt nem tudjuk. De hogy zajlik, arra rengeteg megfigyelés utal. Mondok egy rengeteget lehet mondani. Az újszülött néhány szoptatás után megkülönbözteti az anya melltartóját más szoptatós nők melltartójától. Hol tanult? Honnan veszi ezt a képességet? Most született pár napja meg? Most szopott párszor? Képes rá. Valahonnan hozhatta. Ugye arra információja, amióta ő él, nincs, hogy a más szoptatós nőknek is van melltartójuk, meg azoknak van tejszaga. Tehát ezek, de rengeteg ilyen eredmény van. Tehát, hogy van információs csere, az nem kérdés. Ugye meg tudják figyelni a magzatmozgást, különféle hatások lesznek, a 5 érzékszerven keresztül az anya ugye lekódolja, a lekódolt információ átmegy, most könnyen jön az, hogy nyilván a magzat, zsinóron ki, hogy megy át, azt senki nem tudja, és a magzat reagál rá,
Na ez, amit ultrahanggal lehet vizsgálni. Erre rengeteg vizsgálat van. Mondok csak még egyet, hogy a Ziegelnek a példája, ez, aki a elme meghatározását elvégezte, vagy végig kísérte, és végig meghatározták, hogy ő énekelt, ő egyébként orosz származású, orosz bölcső dalokat a magzatnak, miközben az nőtt a felesége méhébe. És akkor megszületett a nem tudom, hanyadik gyereke, azt hiszem van három neki, és énekelt ő is, meg megkérte a férfi kollégáit, hogy ők is énekelnek, ugye, ami egész más volt, egyértelműen a újszülött visszajelezte, hogy ki az apja. Tehát meg tudta különböztetni. Tehát ez az információ ott volt benne. Na most ezek után, ugye az például, hogy ez az információ, információ szintű csere. Na de nem csak úgy van, van kémiai információ is, például, hogy mi jut az anyja vérén keresztül el hozzá. Ugye erre is rengeteg tudományos vizsgálat van, hogy bizonyos gyógyszerek át tudnak menni. És a következmény megtalálható a magzatban. Tehát a kémiai szinten is megy az információ csere. Ezből mi következik? Nem könnyű. Most senki nem akarok riogatni, aki tervező, hogy valamikor szülni fog, hogy mit eszünk, milyen gyógyszert szedünk, milyen kémiai hatások alá tesszük magunkat, annak a kémiai anyagnak az információja is átmegy. És hát átmegy a más fizikai szintű dolgoknak az információja is, tehát például a megszülető magzat fog tudni szimpatikus túlsúllyal reagálni, fog tudni paraszimpatikus túlsúllyal reagálni. Tehát ezek mind a birtokában vannak, ezek valahonnan oda kerültek. Tehát az egyik forrás az anyja. Tehát ez egy óriási jelentőségű dolog, hogy hogy is van. De ott van a következő nagy jelentőségű dolog, hogy hogy születik meg. Hoppá. Hát, ha nem nagyon akarják. Én már nem tudom, hogy pszichodráma születést vezettem le olyan csoporttagoknak, akiket nem akartak. Sőt, kötőtűvel meg is kísérelték, hogy ne szülessenek meg. És ő nem akart megszületni, és ott szórakoztak vele hosszú ideig, mire kihúzták fogóval. És akkor csinálunk egy játékot. Fölállítjuk a szülőcsatornát, ő elindul onnan, azokat a hangokat, amik akkor lehettek, mikor ő még nem születik meg, körbeveszik az életbe, és hát addig nyomjuk, míg el nem indul. Nem mondom azt, hogy bújj be a csatornába, menj végig, hanem csak figyelj befelé, tedd azt, amit éppen akarsz. És ő magától bemegy ebbe a csatornába, ha nem megy be, akkor még nincs földolgozódva az benne, hogy meg kell születni. Akkor azzal is kell dolgozni, mindegy, most tegyük fel, hogy elindul, és hát ott azért úgy van a csatorna megcsinálva, hogy nagyon megdolgozol, hogy átmász rajta. És úgy születik meg. De olyan hangok hívják, hogy várunk téged. Nem az, hogy nehogy megszüles. És akkor ez tud pótlódni. Lehet, hogy egy születés nem is elég. Ahhoz, hogy ez a helyére kerüljön. Mert amúgy, hát az akkor van a helyén, ha ugye átfordul, ha beilleszti a fejét, ha neki megy, ha csavarmozgással megszületik, ez a normális. És általában nem a legtöbb akadály nem biológiai szinten van. Pszichés szinten. Az a pszichés szintnek a megvalósulása. Na, tehát az egyik ilyen, ugye, hogy nem nagyon várják. A másik olyan dolog lehet, hogy hát közben változások lettek a szülő kapcsolatban. Ez se ritka. Vagy a környezetbe, a családi hívjuk karmának, ugye így ismeritek. Tehát abban az erőtérben. Tehát itt nagyon fontos dolgok történnek, és utána hát lesz egy hatalmas változás. Hát a hőmérsékletben több mint 10 fok,
Már a belső maghőmérséklet és a szülőszoba hőmérséklete legalább 10 fok különbség. Hatalmas hang, mert ugye a magzatvíz tompít. Már elvárják tőle, hogy vegyen levegőt, ugye levegőt azért vesz, mert fuldoklik, mert ugye a magzat zsinóron keresztül már nem jön az oxigéndús vér, lekötötték, vagy el is vágták. Tehát, hogy ezek óriási küzdelmek. De túl lehet rajta jutni. Na most, ha valaki nem tud túljutni, és akkor be kell avatkozni, és szinte életbe kell tartani, ebből is rengeteg pszichodráma játék szokott lenni. Miért van az, hogy én nem tudom fölvállalni a konfrontációt? Hát mert nem tudtam fölvállalni a megszületésem kihívását. Na, most így itt ezt be is fejezném, és akkor elindul az, hogy hát megszülettél, ugye szebbe mondjuk egy csikó valami, mindjárt tud nyihogni, és tud legelni. Hát, egy ember újszülött, az nem tud legelni, vagyis nem tud táplálkozni, csak agyatejjel. Azt meg az anyjának kell előállítani. A kanca az is szoptatja a csikót, de legelni mindjárt tud a csikót, tehát gyakorlatilag erre van lehetősége, de ez most csak persze egy példa. Tehát, hogy elindul ott is egy folyamat, és ennek a folyamatnak óriási jelentősége van, mert ez az egész életedre kihatással van. Erre mondtam az előbb a példát, hogy hogy van ez a fiadnál. Ha ez a biztonság nem születik meg, és te nem éled meg, ugye ez indul egy nagyon érdekes jelenséggel, megérkezett a gyerek, mondjuk normális úton, ez különféleképp megélte az anyja, és a kezébe teszik. Most már ezt megmerik tenni. Valamikor ez teljesen tilos volt, műhibának számított. És ha megnézed a vérét az anyának, akkor egy hatalmas oxitocin flash lesz, egy hatalmas oxitocin ugrás. És ebben az állapotban kapcsolódik össze a gyerekével. Ez egy életre szól. Ha ez nem történik meg, akkor hiány van. Ugye hát mikor nem történik meg, például császármetszésnek. Tehát ott is nagyon fontos, hogy minél hamarabb. És azért fontos, hogyha az anya nincs olyan állapotban, hogy a kezébe lehessen adni, akkor ha szerencsés ott van a férfi, annak a kezébe adják. És milyen érdekes, a férfiaknak is van oxitocin flashük. És az, hogy milyen kapcsolata lesz a gyerekkel, az ott elkezd megszilárdulni. Most ez nem azt jelenti, ha nincs ott, akkor ez utólag nem pótolható, persze, de ez pótlás lesz. Tehát nagyon fontos, és most ugye újabban már erre hangsúlyt is fektetnek. Hát megint nagyon fontos dolog történik, az önbizalom, ez úgy hívják Winnicottot, hogy ősbizalom. Az ősbizalomban erednek az ősszavak, önbizalom, önértékelés, ezek iszonyú fontosak. Mert ha ez itt nem történik meg az ősbizalom, akkor ezt utólag kell pótolni, és általában csak részlegesen fog sikerülni. Tehát rengeteget kell azon dolgozni, hogy egy ilyen hiányt te mondjuk felnőttként megadj magadnak. Tehát ugye ezt is tudjátok az egyéni karmából, hogy rajtatok kívül ezt senki nem tudja, tehát mindenki csak saját magának tudja megadni. Ott, amikor megszületett, ott volt egy óriási esély, hogy megkapja. Utána már csak pótolni lehet a hiányát. És ha valaki fölvállalja, hogy ezt pótolja, ezzel nagyon meg kell dolgozni. Tehát azt a bizalmat, amit ő ott megélhet, a szerencsés helyre születik, akkor azt óriási lehetőség, majdnem azt lehet mondani, hogy súlyos bajok kizártak. Tehát nem lesznek. Tehát olyan például autista, súlyos autista személyiségzavar, ha így születik valaki, semmi esélye nincs rá, hogy elérje. Nem lesz esélye. Mert hiányzik az, amire fölépül. És akkor ugye bele is futunk ebbe a szóba, hogy autizmus. Mindenki autista, amikor megszületik, mert körülbelül 2-4 hétig egy ilyen majdnem alszul, és csak
keveset kommunikálsz a világgal, egy belső világgal megy állandóan a kommunikáció, és ebbe a fázisba ugye eleinte a mosoly az nem is az anyjának szól, aztán már belenéz az anyja szemébe és mosolyog neki, aztán majd jön az, hogy más embereknek is, tehát például az apának is meg tudja tenni. Tehát ez az autista fázis, ez minden megszületett embernél megvan az életében. Ez kb. 2-4 hét. Nagyon fontos ilyenkor, hogy meglegyen a szeretet, meglegyen az elfogadás, meglegyen a biztonság, és meglegyen a melegség. Ezek alapvető dolgok. Nem is nagyon van másra szükség. És akkor lassan elkezdődik egy feljövetel, ezt a fázist szimbiózisnak hívjuk. Ez a fázis nagyon hasonlít a magzati léthez, amikor mindent az anyától kap. Itt még az újszülött csak az anyával tud kommunikálni. Hiába ott van az apa, és nagyon rendes az apa kivételesen, és ott van mindenhol a gyerek, egy személlyel tud kapcsolni. Tud kapcsolni az apjával is, csak akkor nincs ott az anya. De miután az anya szoptatja, ezért ha ott van az anya és az apa egyszerre, akkor valószínűleg az anyához fog kapcsolni, ha egészséges. Ezt elég rosszul tűrik a férfiak. Ugye eddig is megvonásban volt részük, most végre megszületett a kölyök, az őre nem is mosolyog, csak a másikra. Szóval ezt el kell tudni viselni. Aztán fog rá is mosolyogni. Tehát ez a szimbiózis adja meg azt, hogy elindul a megvalósításba, hogy én elkezdjem megtapasztalni magamat. Először a testsémámat tapasztalom meg. Ezért fontos, hogy az anya sokat fogja kezébe a gyerekét. Mert a testsém a kialakulásához kell az anyai kar, az ölelő kar. Kell az anya melegsége, amit megérez a gyerek. Ez ha akkor nincs, hát egész életen keresztül probléma lesz, és nem véletlen, hogy elkerülővé válik a felnőtt. Tehát ez itt születik meg a szimbiózisba. A biztonságos kötődés az, akármilyen nehéz is ezt sokszor elfogadni, csak az anyával tud kialakulni, vagy ha nincs anya, akkor a gondozóval. Tehát itt elindul egy ilyen fázis, ami hatalmas súllyal fog későbbiekbe megjelenni ott, hogy én hogy tudok biztonságot teremteni. Mikor például, csak mondok most azért példákat nektek, hogy így essenek le ezek a dolgok. Van egy felnőtt ember, és nem tud közlekedni. Miért nem tud? Mert nem tudja a biztonságot megélni egy egyszerű közlekedési helyzetben. És akkor elkezdik kezelni, hogy tudjon közlekedni. Meg lehet rá tanítani, mert az ember tanulékony. De biztonságot nem tudják megtanítani neki. Azt ő neki kell rendbe hozni. És ilyenkor, ha megnézed a szimbióz fázist, minden pánikosnak szimbiózisban minimum zavara volt. Nem volt biztonság. És ez a biztonság hiány projektálódik a valóságra rá. És a valóságot megéli veszélyesnek. Milyen veszély fenyeget, hogy felszáll a fekete hetesre? Nagyon kicsi. Mégse tud felszállni. Tehát hogy ez oda vezet vissza. Tehát a szimbiózisnak az óriási következménye, hogy elkezdem megismerni magamat úgy, hogy biztonságban legyek ebbe a folyamatba. Ezért nagyon fontos, hogy kapcsolódnak hozzá. Hát itt bele lehet ilyen részletekbe menni, ugye óriási szerepe van a szoptatásnak, vagy annak, hogyha a szoptatás valamiért nincs egyensúlyba. A testséma kialakulása azzal jár együtt, hogy megtanulja a újszülött, most ugye csecsemő, hogy ő külön van az anyjától. Először nincs testtudata, egynek éli meg magát az anyjával, hiszen a mélybe egynek élte meg magát. És most ez elkezd kialakulni. Tehát a szimbiózis végére lesz egy öntudata már önmagáról, és lesz egy testtudata.
Ugye megnézel egy ilyen gyereket, elkezdi felfedezni, hogy van keze, és így mozgatja. És rájön arra, hogy nem tudom, mit csinálok, de ott az csinál egy ilyet. És ha elveszem, akkor nincs ott, visszateszem, ott van. És elkezdi a testtudatát fölismerni. Na de ha nincs biztonság, erre nincs idő. Erre nincs lehetőség. Mert nem lesz nyugodt körülmények között. Tehát, hogy itt is meg kell adni azt a biztonságos nyugalmat, amire szüksége van. És elindul egy individuációs folyamat, vagyis egy én tudatnak a kialakulása, amiben nagyon nagy szerepe van a szimbiózisnak, és itt kezdődik még egy folyamat, de csak elkezdődik, az pedig az, hogy érzelmileg is elkezd önállóvá válni. Tehát a beazonosulással az újszülött és a csecsemő teljesen beazonosul az anyjával, és az anyja érzéseit átveszi. Ez a teljes azonosulás. Most akkor, amikor elkezdi önmagát fölismerni, akkor a teljes azonosulás helyett elkezd egy más jellegű részleges azonosulást, de egy más jellegű figyelmet, ami iszonyú fontos a későbbiekben is, ez az, hogy tárgytudatosságot kifejleszt. Vagyis önmagát elkülönültnek éli meg, nem csak a testét, hanem ahogy viselkedik, tehát az önmagát. Hol tart most a öntudata, annak megfelelően ezt fölépíteni. Most ehhez megint nyugalom kell és biztonság. Mert rengeteg sérülés lehet ebből, ha nem figyelnek rá. Akár úgy, hogy kiesik valahonnan, akár úgy, hogy valami ráfolyik, ráömlik, tehát biztonságban kell, hogy legyen, hogy ez a nagyon bonyolult folyamat ott tudjon menni, és az identitás érzés, hogy ki is vagyok én, elinduljon. Ugye az az első lépés, hogy nem az anyám vagyok, hanem én vagyok valaki. És ez egy nagyon fontos folyamat. Van ennek persze veszélyes része is, hogy hogy alakul ki. Ugye nagyon fontos volt, amikor elkezdték a kötődést megismerni nyugaton, és ugye kialakul későbbekben a négyféle kötődés. A legrosszabb az, hogyha ebbe a fázisba a biztonság extrém módon hiányzik. Hol szokott hiányozni? Drogos szülőknél, narkomán szülőknél, alkoholista szülőknél. Nincs biztonság. A szimbiotikus fázisban még egy dolgot kell, nem akarok nagyon túl szakmaira menni, de a hasítás az itt kezdődik. Tudnélik a újszülött, most már ugye itt a szimbiotikusban, tehát több hónapos csecsemő, képes arra, hogy megélje az anyját jónak, ha az táplálja, ellátja a melegségbe, és állandóságba tartja, és megéli rossznak, ha ezt nem kapja meg. De jónak és rossznak nem képes megélni. És ez az énvédő mechanizmus, ami tudattalan, ezt úgy hívjuk, hogy hasítás. A gyerek, vagy a csecsemő, hogyha nem kapja meg a dolgokat, akkor negatív érzelmi állapotba kerül, és akkor rossz lesz az anyám, és nincs jó anya. Utána az anya elfogadja, törődik vele, akkor jó anya lesz. Az óvoda érettség, az a 3 év, körülbelül 3 éves kor kell ahhoz, hogy a gyerek jónak és rossznak egyszerre élje meg a szülőt, vagy a másik embert, aki körülötte él. Ez egy hosszas fejlődés. Na most, ha sokszor rossz az anya, és sokszor kell a jót lehasítani, ez fixálódik a személyiségfejlődésben. Ezek lesznek a súlyos borderline személyiségzavaros emberek, akik a legkisebb dolgot is úgy élik meg, hogy veszélyben vannak. Miért? Hát mert ebben a fázisban veszélyben voltak. És ez kísér. Az, hogy egy hasítás, ami tudattalan védekező mechanizmus, te meghallad, rengeteget kell vele dolgozni. Rengeteg. De nem lehetetlen. Na, tehát ez volt a szimbiózis. Ugye a szopással ismeri meg a legjobban az anyját, de ha
nem tud szoptatni és cumiból táplálják, akkor is fontos, hogy mennyi ideig van a karjaiba. Tehát a cumi nem azt jelenti, hogy így tartom a szájába és közben csinálok mást. Az nem pótolja az anya mellett a gyerek számára. Oda kell fordulni és törődni kell vele. Akkor is lehet olyan akadály vagy betegség vagy valami, hogy ugye nem tudnak. Tehát a szoptatás lehetetlen. Az, hogy az anyatejhez jutás, az a meg van szervezve lehetséges, de hogy milyen körülmények között tápláljuk, annak óriási jelentősége van. Az ősbizalmat már mondtam, ez a Erik H. Eriksonhoz fűződik. A másik, amit a Winnicott bevezetett, ez az elég jó anya fogalma, good enough mothering, ami azt jelenti, hogy nem kell mindig jónak lenni. Lehet rossznak is lenni. Csak több legyen a jó. És azt is fontos, hogy van olyan, hogy nem tudok jó lenni. De legyek ennek tudatába, és dolgom van vele. Tehát ezt jelenti ez, hogy elég jó. Azt jelenti, hogy nem vagyok mindig jó, de törekszem rá, hogy jó legyek. És ez egy nagyon fontos meghatározás. Na most túljutunk a szimbiózison, és jön a leválás, az individuációs folyamat. Ennek négy alfázisa van, és az első a differenciáció, vagyis az elkülönülés. A mindenben úgy lehet csak fejlődni, felnőttként is, hogy beazonosulsz, és utána leválasztod. Szétszeded részekre, és utána összeépíted belőle. Na most ebbe a korszakba, tehát a 8. hónap után iszonyú munkát végez a csecsemő, hogy ő elkezdje az őt ért dolgokat megérteni, szétszedni, összerakni, és hát ez a differenciáció, ez a 4.-5. hónaptól, és a 8.-9. hónapig tart ez a fejlődés. Itt nagyon fontos dolgok történnek. A gyerek elkezd szeretni, és elkezd dühös lenni. Ugye például, amikor a szimbiózisban megéli, hogy rossz az anyám, és az mondjuk szoptatni akarja, akkor megharapja a mellét. Ez az orál szadisztikus fázis. A gyerek ebben a fázisban mindent a száján keresztül él meg, és az agresszióját is úgy tudja levezetni. Na most ez tovább finomodik, és ha a düh kiátszása nincs, és megakadályozzák és büntetik, akkor a gyerek a szülő kedvére ezt elfojtja. Viszont az elfojtott dühből lesz később a szégyen. Tehát, hogy valaki mennyire hajlamos felnőtt korában szégyenkezni, szégyent megélni, az innen születik meg. Tehát nem biztos, hogy mindig jó, ha dühös a gyerek azt elviselni, de ha nem engeded, és sőt, fenyíted érte, akkor ezt elfojtod, és előkészíted azt, hogy a későbbiek folyamán ebből legyenek problémák, és ő szégyenkezzen majd. Tehát innen indul a szégyenérzés. Aztán beindul a valódi gyakorlás, ugye ez a gyerek föláll, messzire lát, és neki indul a világnak, föl akarja fedezni. Tele van energiával, és hát nyilván ebbe a fázisba érhetik a nehézségek. Itt építik be a szorongó szülők a szorongást a gyerekbe, és megerősítik. Igazából pár perces, vagy ha nagyon megsérül, akkor esetleg fél órás sírásnál sokkal több nem tud történni. És akkor megbékél. De viszont akkor elkezdi a világot fölfedezni, és elkezd veszélyes, veszélytelen közt különbséget. Ha én állandóan ő helyette döntök és korlátozom, akkor az ő veszélyhelyzetét nem ő építi föl, én építem föl helyette. Ha egy szorongó anya vagyok, akkor szépen belenne velem a szorongást, biztos, ugye megy a családi karma tovább, és adják át egymásnak. Fontos itt az önálló cselekedet. Tehát, hogy én csinálom.
És ez, ha nem fejlődik ki, hanem mindig beleavatkoznak, megcsinálják helyette, megvédik tőle, akkor nem tud kialakulni. Tehát ez egy óriási fázis, ez a gyakorló fázis, és akkor jön az újraközeledés, itt szoktak kialakulni a komolyabb, a nem a legsúlyosabb személyiségzavarok, a középsúlyosak. Ez azt jelenti, hogy a gyerek nekiindul a világnak, sérül, nem tudja megoldani, visszamegy az anyjához biztonságot tankolni. Megkapja a biztonságot, fészkelődik, és neki megy újra ugyanannak. Megint sérül, megint visszamegy. Itt két balhé van. Az egyik balhé abból van, ha az anya nem tud neki szeretetet adni, tehát a gyerek nem tud tankolni szeretetet, biztonságot, mert az anya nincs abba. A másik, hogyha védeni kezdem a világtól, és lekorlátozom. Az egyikből a depresszív pozíció alakul ki egész életre, a másikból a paranoid pozíció alakul ki egész életre. Tehát ez itt alakul ki. A depresszív pozíció azt jelenti későbbiekben, ha veszteségek érnek, akkor súlyos hangulatzavarod lesz. A paranoid azt jelenti, hogy veszélyes a világ, és olyan dolgokra is kivetíted a veszélyességet, aminek semmi köze hozzá. Nagyon nehéz ezen túljutni. Van egy ilyen fogalom, ezt lehet, hogy már találkoztatok vele, aki nem, az most meghallja, a tárgyállandóság. A szeretett személy az a megismerés szempontjából a gyereknek tárgy. Ugye mondtam az előbb, a teljes azonosulás van, a részleges azonosulás van, utána pedig a szétszedés és összerakás, és ebből az alakul ki, hogy az a tárgyállandóság, amikor az anya távollétét tartósan tudja a gyerek biztonságban lenni. Ez alapvetően az óvodáskornak a feltétele. Az a gyerek, aki nem tud az anya nélkül biztonságban lenni, az nem érett az óvodára. És ez eddig, ez 3 éves korba kezdődik, ugye az óvodáskor, el kell ide jutni, vagyis a szeretett személyeket képes helyettesíteni, ehhez vannak a póttárgyak, ugye ezért viszi a gyerek az óvodába a mackóját, és ha jó az óvodnéni, akkor béké hagyja, rossz az óvodnéni, akkor elveszi tőle. Hát itt kialakulnak azok a dolgok, amik ilyen, sokszor hallod azt, hogy self. És mi az, hogy self? Az önmagunkkal kapcsolatos észlelés és élményből adódik össze. Tehát a self az önészlelés következtében kialakuló pszichés tartalom, amely tudatos és tudattalan is egyaránt. Tehát ez alakul bennünk, és későbbiekben ugye ez végigmegy az életünkbe, és az én fogalom, ugye ez Freudtól ered ez a fogalom, ő egónak hívta, ez egy olyan lelki struktúra, ahol ez a központja, úgy lehet elképzelni egy kicsit, hogy a személyiségnek a központi része, ami ad valamilyen fokú biztonságot. Ez a valamilyen fokú biztonság nem mindig előnyös. De mindenféleképp így van, és a pszichés folyamatainkat integrálja. Most ha ez az én rosszul fejlett vagy fejletlen, akkor rosszul csinálja ezt a funkcióját, és akkor abból sok baj lesz, de most ebben nem megyek bele. És ugye ez az ösztönémből megy a freudi gondolatokba, és itt óriási szerepe van az, hogy hogy tudunk alkalmazkodni a későbbiekben a self kialakulásába is, és a én tudatba is. Az a kettő közt így egyszerűbb szinten megkülönböztetés, hogy a self az egy sokkal általánosabb fogalom, az én pedig a selfnek a központi része, ami integrálja az egészet és felel a működésért. Itt van egy ráhangolódás. Tehát, hogy ha te is valakivel kommunikálsz, akkor ráhangolódsz az illetőre. Most ezt a ráhangolódást ebbe az óvodás fázisban építjük föl. És hát ez most tényleg nem lesz idő, de ez a tükörneuron rendszerünkben, az idegrendszerben adott. Abból van a baj,
ha a használatát nem fejlesszük ki, és nem fogjuk jól csinálni. És ebből óriási dolgok következnek. Mert az, hogy én rá tudok hangolódni a másik emberre, ugye ezt hívhatjuk empátiának, az attól függ, hogy amikor én ezt tanultam, mennyire voltam biztonságban. Ha nem voltam biztonságban, akkor a ráhangolódásnál bizonyos jelek fölerősödnek, és úgy fixálom az én tudatomba, hogy az veszélyes. És akkor hát, amikor majd ezt gyakorolom felnőttként, veszélyesnek minősítek olyasmit, ami teljesen veszélytelen. Vagy fordítottja is igaz lehet, hogy nem tartom veszélyesnek, amit veszélyesnek kéne tartani. Tehát ez itt alakul ki, ehhez az idegrendszeri adottság megvan, a tükörneuronrendszer működik, a préfrontális működik, tehát nincs neki, anyagi szinten nincs akadálya. Az idegrendszerben minden ott van ehhez, de hát itt kell kifejleszteni, és ha rosszul fejlődik ki, most az egész fejlődés lélektara általában ez igaz, akkor azzal később lesz dolgod, vagy nem fog jól működni. És hát a pszichoterápiák így épülnek föl, és nagyon sokszor a ti gyakorlásotokban is, ugye amikor azt mondtad, hogy mi ez, akkor rájössz arra, hogy korai gyerekkorodban elkezdődött valami, aminek most van egy olyan következménye, aminek próbálod a gyökerét keresni. Az én nézetem szerint, és ez lehet, hogy teljesen torz, és ezzel be is fejezem, majd ezt elmondom, az az, hogy a mai társadalomban, én azért megéltem a Rákosi rendszert is, amikor a ideális anya az traktorral ült és pöttyöskendőben Sztalinvárost és Leninvárost építette, és nem etette a gyerekét otthon, hanem egy-két hetes, három-négy hetes korában beadta a bölcsődébe. Azért ennek most a negyedik generációját nyaljuk. Ez benne van a társadalomban. Ez benne van az, hogy el lettek árulva az akkor született gyerekek. És úgy tudtak életbe maradni, ha amit itt az elején mondtam, azt létrehozták. Tehát ennek nagyon komoly következménye van. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Béla a fejlődés lélektan alapvető ismertetését. Szerintem úgy mindenki kezdett magára ismerni, hogy hány hónapos korában akadtak el a dolgai. Visszatérnék azért a fogalmi bázishoz, mert végre valamiben különbözünk, és az, hogy a rendszereink önazonosak, az számomra azt jelenti, hogy a fejlődésnek bejártuk azt az útját, amely minket autonómmá tett, de a mély szerkezet működését nagyon-nagyon analógnak vagy hasonlónak érzem. A nyugati szóhasználatot, és egy kicsit a keletit is követve, amit Béla pszichének nevez, azt én elmerem nevezni léleknek, mert az önvaló a zenben és a buddhizmusban nem párosul a lélek fogalmával. Tudjuk, hogy az indiai rendszerben, mint az Atma Brahman, mint világlélek, ott van, de amit a Buddha talált, az az úgynevezett anátman élmény, hogy ez a léleknek nagy ellel nevezett dolog, ez nem név és nem forma. Nem köthető személyhez, de nem is személytelen. Semmilyen duális kategória nem jellemző rá, mert nem jelenség. Ha lenne jelenség mi volta, akkor ő karma lenne, és ezért nem lenne az önvaló. Tehát az önvalónak a legjobb meghatározása az ez. Tehát amikor ezt az ütést hallod, mentes vagy a gondolkodástól, mindenféle dualizálástól, self-től, egótól, önképtől, mindentől mentes vagy, amilyen mélyre ez az ütés lement, annyira. És éppen ezért a lélek, mint szoftver, ahogy hallottuk, valamit hoz, amikor leszületik a hardverbe, a testbe, és ott folytatja, ahol az előző inkarnáció a végén abba hagyta. És van ez a nagyon meghatározó fázis, ami a két rövid bardó, a leszületés és felmenetel bardója közül ugye a születésé. És ezért kell elképesztően jól ismerni a fejlődés lélektant, hogy vigyázzunk egymásra. Ha már a szüleink bizonyos hibákat elkövettek, ezt transzgenerációs karmaként nehogy tehetetlenül, féltudatosan továbbadjuk a gyerekeinknek, mert nem lesz jó, tehát továbbadjuk a szenvedést. Engem mindig zavart a nyugati jó és rossz fogalma,
mert elképesztően középkori, a mai napig, tehát abszolút érvénnyel akar föllépni, és definiálhatatlan, mert ami neked jó, az nekem rossz, és fordítva. Mit tehetünk? Lefordítjuk ezt működésre. Tehát van a test, van a személy, amit mondjuk léleknek nevezek. Ennek a személynek vannak alkotó elemei, az intellektus, az érzelem, az emlékek, a duális tudat, én tudat, emlékek. És ennek a tudatosságát igyekszem emelni, hogy fejlődhessek. És semmi más dolgom nincs, mint hogy a jót, azt elvigyem valami olyasmi felé, ami ezt a fejlődést lehetővé teszi közvetlenül, és a rosszat pedig valami olyasmivel, ami közvetetten, áttételesen teszi lehetővé ezt a fejlődést. Ekkor állítottam a szenvedést a megvilágosodás szolgálatába, és nem pedig ellene. Tehát egy szuperdualisztikus tudat, amely minden hagyományban megvan, a téravádától kezdve a manicheizmuson át az ultraortodox keresztény nézetekig. Az abszolút nézet bebetonozza a jó és a rossz fogalmát, és hogy még rosszabb, tőlünk függetlenné teszi. Hogy ez tőlünk függetlenül alakul így, és mi ennek a bábjai, rabjai, elszenvedői vagyunk, és nem pedig a teremtői. Tehát minden tan rendben van, de az, ami a teremtő képességet kiveszi az ember kezéből, az nincs rendben. Mert az alapvető emberi felelősségünkről és szabadságunkról feledkezünk meg ezáltal, hogy a jót és a rosszat mi hozzuk létre. És ezért a jót alkalmas esetben úgy lehet definiálni, hogy ami szenvedéstől mentes vagy mentesít, a rosszat pedig úgy, hogy amely szenvedést teremt, elmélyít vagy fokoz. És innentől kezdve világos, hogy a szenvedés az rossz, és a jó, az pedig a szenvedéstől mentes állapot, akár boldogság, szeretet, egyebek. A Buddha a négy nemes igazságban a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját nagyon jól kijelölte. És ha ehhez tudnánk igazodni egy kicsit, akkor nem vallásos, pszichológiai, filozófiai, tudományos és egyéb doktrinér módon definiált jó és rossz ellentét párral dolgoznánk, hanem végre emberek lennénk, és emberi szempontból megláthatnánk, hogy mi az, ami szenvedéshez vezet, mi az, ami boldogsághoz vezet. Most hallottátok azt, hogy mi az, ami a magzati korban, születéskor és az utána levő három évben szenvedéshez vezet, vagy nem vezet ahhoz. És ez ennyire fontos és ennyire egyszerű. Miért? Mert a gyermek az még nagyon-nagyon képlékeny, befogadó, szivacsszerű, sérülékeny tudattal rendelkezik. Nincs még rajta én kéreg, nincs egófal. Mindent elhisz, mindent átél, mindennel azonosul. És ez egy elképesztő felelősség a szülőknek és a környezetnek, hogy te milyen impulzust teszel bele, milyen ingerhatásnak teszed ki. Mert aminek kiteszed, minél erősebben, annál jobban azonosul vele. Szívderítő volt hallgatni azt Béla tanításában, hogy igen, a gyerek miért ilyen? Azért, mert valamit már megértettünk, magunk is feldolgoztunk abból, ami a karma egésze. Tehát a teljeset nem tudod feldolgozni, mert tökéletes ezen a földön nincs. De minél többet feldolgozol a saját karmádból, annál esélyesebb, hogy a gyerek pont a te fejlődési szintedhez születik. Nézd meg tényleg a testvérek közötti különbséget, még az ikrek közöttit is. Hát a saját lélek konfigurációd keveri ki a DNS-ből a testedet. Pont amilyen tudatállapotot, pont amilyen lélektartalmat, azaz karmát hozol le, olyan testet kapsz. Azt kevered ki apuból és anyuból. És nézd meg azt, hogy mondjuk gyakorló szülők, leszületett hozzájuk Pistike nullás évben, utána eltelt pár év, és az ötös számú évben leszületett hozzájuk Jolika, és a kettő tudatszint között pont annyi a különbség, ami a szülők fejlődése. Pro vagy kontra? Nézzük meg. Tehát miért születünk egymáshoz? Ez a kulcskérdés, és tudjátok, a zen az nem tudományos igényt akar kielégíteni, leginkább egy empíria, egyfajta tapasztalás belül és kívül, és azért, hogy végre az integrációt, vagy az egyéválást elérjük, és megütötte a fülemet az a mondat, hogy az ego kép legalábbis a freudi tanítás szerint az, amelyik az érzékszerű tapasztalások
és a belső világ integrációjáért felel. És hogyha gyakorolsz, kiderül, hogy az egód erre képtelen. Tehát akkor tudod igazából az egyévvállást elérni, ha az egóképedet elengeded. És ekkor a hatodik pátriárkának, Huinengnek megköszönjük hálásan, hogy kimerte mondani, hogy eredetileg nincs semmi. Sőt, még az a mondat sincs, hogy eredetileg semmi sincs. És akkor visszatértél az egyszerű, tiszta, világos pillanatba, a tükörszerű, önvaló működéséhez, amelyben látod, ahogy kialakul az én képed, egy darabig van, megváltozik, megint eltűnik, megint kialakul, és ez a 90 napos elvonulás azért jó, mert ezt te naponta többször tapasztalhatod. Hogy hogyan alakulsz ki te, mint én kép, csattansz a másikkal, leülsz délután, miután le akartad gyilkolni a konyhakéssel, és utána kiderül, hogy mindez illúzió volt. És így elment. Tehát akkor miről beszélünk? Miért küzdünk? Miért harcolunk? Miért van állandóan igazunk? Miért projektálunk? Miért ellenőrizzük, minősítjük a másikat? Miért mondjuk ítéletet a világról? Ez mind avidjá, mind ignorance, téves nézet. És ez a hamis önképből származik, a töredezett, hullámzó, szakadt tükörből származik, amelyet semmi más nem szennyezve, mint a mi helytelen önképünk, és ezáltal a világképünk sem helyes, és ami még rosszabb, a másik emberről alkotott képünk sem helyes. És a szellemi fejlődésünk, most akárhány hónapos gyereknek felel meg, talán azt célozza, hogy a tudatosság, a világos tudat elérésével pillanatról pillanatra újra tudjuk építeni ezt az avatárt, ezt a személyiséget egy olyan működésmódban, amely kevesebb szenvedést termel, és több felébredést, boldogságot, bölcsességet, együttérzést. És paradox módon erre akkor találsz lehetőséget, hogyha a személyiségednek az ego elemeit, az abszolútnak vélt tulajdonságokat, ezeket kihúzod magadból, hogy tudod megcsinálni, úgyhogy a relativitásukat belátod, a keletkezettségüket belátod, a magunk vagy magad általi teremtettségét belátod. És nincs más út szerintem, mint az a nem kettősség vagy advaita út, ahol a lényeg szintjén megtapasztalod a jelenségek egységét, vagy egy lényegűségét, és a formák szintjén megtapasztalod a különbözőségüket. Mert ekkor tudjuk elfogadni, tisztelni és segíteni egymást a magunk partikularitásában, hiszen, ahogy hallottad, két egyforma ember nincs, de mindannyiunk embersége vagy emberi lényege az ugyanaz. Na most ezt a fajta azonos és különböző játékot pillanatról pillanatra jól csinálni és megélni, ez tiszta tudat nélkül nem megy, én legalábbis nem láttam. Állandóan tévedünk, állandóan rosszul látjuk a másikat, magunkat és a világot. Na most, hogy ezt jobban csináljuk, gyakorolni kell. És ez a hely, például a 90 napos alatt, azért van három, esetleg 3+1 dharma beszéd, hogy csináljuk. És azért van 3 zeninterjú hetente, hogy konfrontálódj velem, vagy vendégtanítóval. Mert ez a fajta konfrontáció, ez a 3 patológikus viselkedéstípusnak a meghaladása. Mi ez a 3? Az extrém yang, túlkompenzáló, a leuraló. Az extrém yin, alávető, alávetett, a nem megnyilvánuló, és ennek a nullpontja az elkerülő. Mind a kettőt el akarja kerülni. És ennek a negyedik kereke ennek a járműnek, amitől ez működni is tud, az a szembenézés, a szembekerülés. Az a fajta konfrontatív viselkedés, ahol a szembenállásból még nem keletkezett se konfliktus, se megoldás, csak szembeülünk egymással, és látjuk egymást. És lezajlik az a dharma küzdelem, amelyben egymás felébredését segítjük. És ez a fajta szembenülés, szembekerülés, ez az elkerülésnek a szöges ellentéte, mert nemhogy nem kerüllek el, hanem a tükrödben elfogadom, hogy olyannak látszom, amilyennek, és te fordítva elfogadod, hogy az én tükrömben olyannak látszol, amilyen. Világos, hogy a résztvevő tudatok minősége dönti el ennek a látásnak a hűségét vagy helyességét. De enélkül fejlődni nem lehet.
És ezért kell meglátnunk azt a szenvedést, amit magunkban és másokban okozunk. Hogy ennek a meghaladásával tudjunk tudatosodni és fejlődni.